Kisgyermekes családoknak, piciknek és nagyobbaknak szólt a ringató zenéje vasárnap délelőtt a Gárdonyi Géza művelődési házban. Az adventi koncertre sokan érkeztek, hogy az ünnepre énekekkel is hangolódjanak. Mi rendszeresen járunk a ringató foglalkozásokra. Viola nagyon szereti a zenét, nagyon szeret táncolni, meg énekelni, úgyhogy én is otthon sokat éneklek. Tudom, hogy ez fejleszti őt a nyelvi készségeit is, ügyesebben fog tudni majd beszélni, meg hát tudom, hogy érzelmileg is ez egy jó kapcsolódási lehetőség a babával. Szoktam neki énekelni, és nagyon élvezi, szereti, és fejlesztően hat rá. A programon részt vettek az Alba Baba Hordozó Egyesület Székesfehérvári Baba Hordozó Klubjának tagjai is. A 14 éve működő klub a kismamákat, a gyermekeket váró és kisgyermekes családokat támogatja. A Covid alatt azért nagyon-nagyon visszaesett a személyes kontakt, ugye nagyon nehezen mozdulnak ki, és pont úgy gondolom, hogy az újszülöttekkel otthon ragadt kismamáknak van szüksége arra, hogy személyesen is tudjanak beszélni hozzájuk hasonló helyzetben lévő más kismamákkal és családokkal, és úgy gondoltuk, hogy a ringatóhoz csatlakoznánk akkor mi is, hogy egy kicsit népszerűsítsük a klubot, valamint hogy azért itt adventben találkozhassanak egymással a kisgyermekes szülők. Az adventi délelőttön a ringató foglalkozás vezetői magyar népdalokkal, komponált gyermekdalokkal, népi hangutánzokkal, ölbéli játékokkal szórakoztatták a közönséget. Fontos számunkra, hogy a családoknak áthathassuk a zenei anyanyelvüket, és a népdalokon keresztül tudják ezt a legjobban megkapni és megszerezni a családjaiknak, illetve a ringató program kodály elvek alapján működő zenei nevelési program, és ennek a programnak is az a célja, hogy a családokat segítse abban, hogy a zenével tudjanak dolgozni otthon a családok. A kismamáknak, családoknak szóló programon adventi süteményvásárt is tartottak. A Székesfehérvári Baba Hordozó Klub tagjai általuk készített finomságokat árultak. A befolyt összeget az Egyesület működésére fordítják majd.